Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Ma van advent első vasárnapja, így itt az ideje, hogy elkészítsem az adventi koszorút. Az elmúlt években egy pár évvel ezelőtt készült koszorúmat újítottam fel újra és újra. Ebben az évben azonban teljesen új koszorúra vágytam, olyanra, ami csak természetes anyagokból készül. Mivel a kertünk egy kisebb fajta dzsungel, így még messzire sem kellett mennem, hogy beszerezzem a szükséges alapanyagokat. A szőlővenyige rücskös formája és hajlékonysága miatt tökéletes koszorú alap lesz. A koszorú díszítéséhez a szüleim házától hoztam babérmegyágakat, a kertünkből pedig fenyőt és borostyánt gyűjtöttem. Természetesen sok más díszítő elemet is találhatunk az erdőben vagy a kertünkben. Gyűjthettek különféle terméseket, tobozt, makkot. Én például most idén kövirózsával fogom még dekorálni a koszorút. Az idei koszorúmon egyedül a gyertyák azok, amik boldól származnak. Minden más a kertünkből. A koszorú alapjának elkészítéséhez érdemes a legvastagabb, legstabilabb ágat kiválasztani. Ehhez a koszorúhoz nem használok ragasztót, csupán egy kevés drótot és pamutzsinort.
A természetes díszítő elemeket sem ragasztottam rá a koszorúra, egyszerűen az ágak közé behúzgáltam a szárakat. Ha pedig egy-két hét múlva úgy érzed, hogy elhervadtak, megfakultak, elszáradtak a levelek, az ágak, akkor nagyon egyszerűen kicserélheted őket frissekre. A legnehezebb dolgom a gyertyák rögzítésével volt. A végeredmény azt gondolom magáért beszél, hiszen egy nagyon natur, teljesen természetes, tökéletesen hulladékmentes koszorút kaptunk. Az elkészítése pedig rendkívül megnyugtató és teljesen kikapcsolt. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor készítsetek ti is ilyen természetes koszorút. Hálás vagyok, hogyha megmutatjátok másoknak is a videóimat, hogy minél többen lássák, a Zero Waste életmód egyszerű és valóban nagyszerű. Sziasztok!